Ülővárosi önkormányzat egy követendő kezdeményezés folytán kedden reggel elkezdte annak a támogatását, hogy bizonyos tüneteket produkáló embereket szűr a COVID-19-el szemben. Kik jöhetnek erre a szűrésre? Igen, hát országos probléma jelen pillanatban, hogy egyre több a beteg, és hát látjuk az egészségügyben, hogy az országos mentőszolgálat is egyre lassul, nehezebben, több napon keresztül tudják esetleg felkeresni a itt lévő betegeket a megfelelő teszt vizsgálatra. Ezért gondolkodtunk itt, mint önkormányzat az egészségügyi szolgálattal, és hát arra a megállapításra jutottunk, hogy minden feltételt igyekszünk megteremteni szakemberekkel, anyagi támogatást adunk hozzá, és így a Bajcsi Kórház főigazgatójával személyes egyeztetéssel sikerült elérni azt, hogy kedden, illetve pénteki napokon az elkövetkezendő időszakban PCR teszt mérést fogunk végezni. Itt az orvosi rendelő mögött lévő parkolóban fog állni egy mentő, egy sátrat állítunk fel, és hát próbáljuk úgy kialakítani a helyet, hogy a gépjárművel érkezőknek nem is kell kiszállni a gépjárműből, úgy el tudják majd végezni ezeket a teszteket. 8:30-11:00 azok az emberek fogják ezt a lehetőséget megkapni, akiket az orvosaik, házi orvosaik itt beutalnak, tehát ülői lakcímkártyával kell rendelkezniük. 11:30-12:00, ha marad szabad idő, de bízunk benne, hogy marad, akkor vannak olyan emberek, akik szeretnék önként magukat megvizsgáltatni. Hogy van-e értelme, ezt majd nekik kell eldönteni, meg esetleg az orvosoktól kérjék ki a véleményüket. Ők 11:30-12:00 jöhetnek, és természetesen önköltségi áron elvégeztethetik. Ami fontos, hogy ezeknek az embereknek az orvosok mindenféleképp el fogják mondani, hogy a vizsgálat előtt 3 órával sem inni, sem enni nem szabad, mert akkor a teszteredmények nem megfelelőek. Úgyhogy jelen pillanatban ezzel fogjuk tudni segíteni, hogy egy-két napon belül meg is kapjuk, illetve az orvosok e-mailen majd a teszt eredményét, és talán ezzel is tudjuk gyorsítani, és hát nem kell befáradni Pestre, meg idegeskedni annyi napon keresztül. Úgyhogy kérem mindenkinek a türelmét, és vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Az első tapasztalatok abszolút pozitívak, a lakosság nagyon örül ennek a kezdeményezésnek, és az eddigi mintavételezések rendben zajlottak. Körülbelül egy 80-90 ember vette igénybe eddig ezt a szolgáltatást. Mennyi idő után lesz eredmény, illetve hogyan zajlik egy ilyen tesztelés? Ez az úgynevezett PCR vizsgálat, ez jelenleg a gold standard, a legmegbízhatóbb metódus arra, annak kimutatására, hogy koronavírussal fertőzötte az illető ember, vagy nem. Az eredmény az nagyjából 48 órát múlva érkezik meg a laborból. A lakosságnak nagyon fontos tudnia, hogy erre a mintavételre éjgyomorra kell érkezzen. Ez nagyjából most azt jelenti, hogy 3 órával a mintavételezés előtt nem ehet, nem ihat, nem rágózhat. És a mintavétel az egyrészt az orrból történik, másrészt a garatból, tehát mind a két helyről történik mintavétel a mintavételezés során. Ha valaki szeretné magát teszteltetni, akkor hogyan, milyen módon és milyen iratokkal kell, hogy megérkezzen? Kétféle lehetőség van. Egyrészt a tünetes betegeknek lehetősége van arra, hogy ingyen tesztelve legyenek, de ehhez először a háziorvost kell értesíteni, és ha a háziorvos indokoltnak tartja, akkor a házi orvos ad erre egy beutalót. Ebben az esetben a PCR teszt elvégzése ingyenes, tehát ők házi orvosi beutalóra fognak érkezni időpontra 7:30 és 10:30 között előre egyeztetett időpontokban, hogy elkerüljük a nagyobb tumultust, illetve kavarodást. De lehetőség van arra is, hogyha valaki önszántából szeretne PCR vizsgálatot végeztetni, akkor 10:30 és 11:30 között jöhet. Tajkártyára, személyigazolványra szükség lesz, illetve lakcímkártyára.
és akkor saját maga is kérheti ezt a vizsgálatot. Ebben az esetben azonban van egy 19.500 forintos hatósági ára a PCR vizsgálatnak, és egy 5.500 forintos kezelési költség. A lakosok azok milyen napokon, illetve meddig tudnak jönni a szűrőpontra? Az államilag fizetett szűrés kedden és pénteken van, 7.30 és 10 óra 30 között. Magánkezdeményezésre létrejövő vagy megvalósuló fizetett szűrés, az pedig 10.30 és 11 óra 30 között, szintén kedden és pénteken. Szűrések megfelelő védőöltözetben zajlanak a higiéniai szabályok maximális betartása mellett, illetve a szűrővizsgálatot követően az autót minden esetben fertőtlenítik. Ez egy összehangolt projekt, hiszen ön is nagyban részese ennek, illetve az önkormányzatnak. Hogy jött létre ez a lehetőség, hogy ide ki tudták hozni ezt a szűrőállomást? Hát alapvetően a házi orvosok, és közülük is kiemelném dr. Halasi Katalint, aki nagyon eltökélt volt abban, hogy megoldódjon az a probléma, hogy az OMSZ egyre hosszabb idő alatt ér ki házhoz, és egyre nehezebben tudja megoldani a gyors mintavételezést, tehát nagyjából már egy hetet, vagy még akár többet is kell várni a mintavételre, és hogy ez gyorsuljon, ezért lehetőség volt arra, hogy a betegek bemenjenek szűrőpontra a Balcsi Zsilinszky kórházba, ahova tartoznak. Most a probléma itt is az volt, hogy be kell menniük, de akinek nincs saját gépjárműve, az ezt szintén nem tudja megoldani, hiszen a szomszédével nem mehet, mint koronavírus gyanús beteg, illetve nem utazhat tömegközlekedéssel sem. És az ő kezdeményezésük volt az, hogy hozzunk létre itt egy szűrőpontot, amit a polgármester asszony felkarolt, és anyagilag is segített. Az ambulánc vállalta a mintavételezést, én pedig az összeköttetést, illetve a szakmai segítséget igyekszem nyújtani, illetve hogy mindez megvalósuljon, abban nagyon nagy szerepe van, és köszönettel tartozunk a Balcsi Zsilinszky kórháznak, hiszen ők biztosítják a vírus transport közeget, illetve utána ennek a laborba történő eljutását. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon nagy kooperáció keretében valósult meg, és hát remélem, hogy tartósan sikeres lesz ez a kezdeményezés.